Szevasztok, srácok! Folytatjuk ma is tovább Alexa Draft sorozatunkat. Három meccsen vagyunk túl. 2-0, az kilépett. A másik 3-2, az mind a kettő kurva nehéz volt. Az elődöntő az gyakorlatilag csak a... Nem is tudom, a hosszabbítás hányadik percébe dőlt el. A harmadik meccs volt hosszabbításos? Ja nem, a második volt hosszabbításos, ez az utolsó percben lőttünk egy gólt a 90 plusz 2-be, és úgy nyertünk 3-2-re itt az elődöntőbe. Tényleg igazad van. Szóval két kurva nehéz meccs, egy könnyebb. Kíváncsi csak milyen ellenfelt fog dobni a döntőbe. Ez a draft. Csapat. Általában beszokott jönni Béla. Más nagyon nem. Olyan Bennett részbe szokott néha. Mert elégszer a középső védőnk. Nem a legjobb draft. Nézzünk egy ellenfelt. Na nézzük, milyen csapata van ennek a... Nájgolának milyen fura a feje, de tényleg, ezek az új frissítésre nem megváltoztak a fotók is? Az ki ott fönt, Belotti, vagy ki a faszom? Valamint, hogyha menne foga, tudod. Vagy mindegy, ilyen fekete foga lenne csak. Ez tartalmazza az új frissítés, hogy ilyen új fényképek vannak a izén. Kártyákon. Na, gyerünk Román. Come Román. Szóval egy román ellenfelünk, srácok itt a döntőbe. Bejön Bél. Előre megy, oké. Okay. Indulhat a meccs. Magyar románnak mindig nagyobb tétje van, mint egy bármilyen mérkőzésnek, hiszen a románokat utáljuk. A románok utálnak minket. Ugye lecsatolták Erdélyt hozzájuk. Láttam cserét jó párt. Felt az Aspi is, gondolom az Inform Aspi-ot föl neki. Hopp, Ronaldo kap egyet, remélem, hogy nem. Nem kapunk semmit, erre jól van. Mertens, odapassz a Nainggolan, ellen jól van. És mehet a kontra. Van hátul egy rakásvédője. Lacazette. Visszahúzza középre. Vitolo. Bú, bazd meg. Egy pillanatra benne láttam egyébként. Ez Zovi. Úgyhogy vigyázzon, ki fog glitchelni, amikor vezetünk. Akkor az Zovi. Minden románcsal. Nem tudom, hogy draft meg lehet-e. Szerintem ott... Nem tudom, bazd meg. Tudod, hogy más szerverken fut a VL. Na, ezt beszívtuk. Mocskos román. Na, Mertens lövöccsel. Bazd meg. Hát ideig csak szerencsénk volt, esküszöm. Ki fogunk kapni ettől a retektől. De jó volt, hogy elment a csatárja a beadás elől. Gyerünk, Bale. Visszafelé kell mennünk, mert senki nem volt elől. Úgy be van állva a védekezőben, mi is álljunk már be így, hogy 8 ember van 16-osnál. Hopp! Alexis! És akkor bazd a Nainggolan lesz a rally hihetetlen. Bácsod, nekem lenne Romádom. Romándom. Persze. Köcsög román. Utálom a románokat, bazd meg. Ez lehet az Ovi. Na.
Most van baj. Hú, a köcsök hogy cselezget, mi? Áttesszük túloldalra a lövés, a Nigolán, még ebbe be tudunk érni, jó. Nagyon nagy mázli volt. Jó. Bale most meghúzhatja ott. A beadás nem volt jó. Egy rakásszar volt, mondjuk ki akkor. Az a baj, hogy köcsök be van el a védekezni, látod? 63 emberre. Hopp, Lacazette! Ott marad, Lacazette! És ott van egy-egy! Román! Hát mondjuk Lacazette miatt lett csak gól, mert Lacazette az minden visszapattan, tudod? Úgy megvenném ezt a Lacazette-et, bazd meg. De tényleg. Egy értelmesítású nincs a FIFA 18-zal, észrevetted? Akit nyitottunk? Melyik akkon? Volt egy kőkemény özülünk. Hámes izért, mondjuk az átlatlan. El volt egy feltongerünk, azt hiszem. Egy-két ilyen gagyi, ilyen 82-es inform, bazd meg. De ilyen nagy szar az összes nyitásunk, bazd meg. Mondjuk nyitott egyszer egy Marciált, mi? Ázatlant. Ja, Ceausescu. De amúgy tényleg nem jutunk egy értelmes játékos se. Nem sértem, bazd meg. Mások meg ilyen 7K-s pakban ilyen, ilyen szarokat nyitnak bal, meg ilyen Ronaldo, meg faszom tudja. Amúgy tényleg unom már is a FIFA-t. Tehát, nem is tudom. Csináljunk egy más csatornát, játszunk mással, mint a FIFA. Mással is, mint a FIFA. Retrogémekkel. Még tovább, ez jó, Bale, ezt is rápkáldunk, nem tudunk lőni. Alexis, és bazd meg, Donnarumma véd. Ki sem megy. Na, ez egy jó labda, Lacazette, labdaszerzés, Lacazette, eladjuk. Cialini. Ceausescu, Cialini. Na, köcsök bazd meg így. Na, gondoltam bazd meg. Ah, sát megy bazd meg Ronaldónak. Óvatosan, jó. Na. Na, azt hittem nem fújja le, bazd meg. Mertens. Jó. Ki jár van ott, bazd meg? Ki járnak középen kéne lenni, hozzám ebben a normális védőt, ez a fasz állandóan előre megy. Bale, nem tudjuk visszaadni, mert nem nyújtottuk a Bale-t, ugye? Akart indulni, csak nem nyomtuk az indítást. De ez a köcsög már nyomja, figyeld. Ellen, Mertens. Na. Ó, még egy csel, szívják gázt. Acskos román. Hopp, Lacazette, jó labda átvétel. Lukaku is beszívja. Pedig hogy rád akart menni, láttad? Tedet hosszúra! Máááá, magasan bazd meg. De tud, Bale minden tud, bazd meg. Bale az egyik legjobb játékos a játékban, ilyen csatár, vagy egy ilyen támadó. Megnéztem bazd meg ilyen 91-es finishing, nem is tudom, múltkor nézegettem éppen, hogy miért szeretik annyian. Ezt mindenre bazd meg ilyen full. Ilyen sötét zöld. Na hát a meccsről nem sok mindent meséltünk idáig, csak azt, hogy gyűlöljük a románokat, és egy-egy. Kurva kemény ez a meccs, nagyon kemény. Ez szerintem az Ovi. Egy-egy sokobonzt Mikulás hozta. Nézd ezt a sok román zászlót. Igen,
De rosszul vagyok, bazd meg. Ráhozta a Griezmann-t a... faszom tudja ki helyett. Jó lenne már valamit is cserélnénk, mert hulladékok vagyunk. Olyan. Hát ott Griezmann is adott egy jó passz, mert ezt lefordul, be fogja lőni. Anyát, hogy azt hittem ráfújja a 11-est, bazd meg. Hogy feladottam magát? Jó, hát még ilyen szarok a védőink. Ki jár, bazd meg. Na, Lacazette. Így is továbbadja. Ott a szél. Alexis vissza. Na, Ronaldo persze úgy veszélyt bad meg. Tudod, op, nem baj, ez kellett. Hát a köcsög úgy vetett, nem váltott embert, bazd meg, láttad? Nem váltott rá, hogy a védőre, bazd meg, mert Ronaldo. Ups. Ez a köcsök román az elhitte. Na most Béla, ott az üres terület, be kell lőni! Ez, akkor csavart be a szélre, vagy úgy, bazd meg! Hát ültöttem, jött a gól. Bazd meg, most lefagytam. Nem hiszem el, bazd meg. Nem lesz még ekkora helyzetünk. Mocskos Ceausescu növendék. Visszaindítja, gondoltam. Hát a hosszúra... ketten összefutnak. Ronaldo anyádnak integessé basszájba. Tudom. Lacazette mehet! Lacazette! 8-an vannak rajta. Hopp, ott a Béla! Bazd meg! Ma kimaradnak egyetek, és akkor tudod, a mocskos román meg majd izé. Bazd meg! Na, jó van, bazd meg. Gyerünk, Isco, bazd meg. Bazd meg. Anyom, hogy idegen van, bazd meg. Lacazette, bazd meg! Alexis, bazd meg. Vitolo, bazd meg. Donnarumma kezébe, bazd meg. De tényleg úgy, bazd meg. Na és akkor most van nagyon nagy baj, bazd meg, mert faszopog. Griezmann, aha. Tudod, hogy a védőd így belassult. Jaj, hagyjuk már. Hú, bazd meg. De direkt látod, hogy nem az izé Griezmann gyorsult fel, hanem a védőd lelassult. Olyan kamu. Na, gyere Buzi Mertens, bazd meg. Most lekontrázunk, bazd meg. Menjél, Alexis, menjél! Ó, ide hárman vannak hátul, bazd meg. Hopp, akkor ez kiállítás, bazd meg. Bazd meg. Na, Vitolo, gyerünk, bazd meg. Alexis. Bazd meg. Talán te köcsögtől kapunk egy gólt. Lacazette. Nem jó, bazd meg. Ne emelt föl, mert nem lesz jó. Hát tényleg, bazd meg. Ezek az emelések, bazd meg. Ezek nem. Na, bazd meg. Ronaldo persze, ha nem érnek oda a védők, úgy bírom, hogy köcsög egy a játék, ez bazd meg. Köcsög román, bazd meg. Tehát még 83-an vannak ott, ez be van állva, bazd meg, izé. Jön a beadás, bazd meg. Bél, bazd meg. Faszom álljon beléd. Vedd le neki, bazd meg. Bazd meg, nem jó. De tudod, hova indít, bazd meg? Na gyerünk, Alexis, most már kurva nyertet, bazd meg, csinálj valamit. Szétbasztlak.
Ezt a ideg vagyok, bazd meg. Gyerünk, Mané, átbe, bazd meg. Átbe, szerezd meg, bazd meg, Lacazette. Isco, Vitolo. Ön szar vagy, bazd meg, Vitolo. Már így passzott a hús után elvért. Jó van, pontatlan volt a román is, bazd meg. Bergkamp. Gyerünk, Lacazette. Megy a Mané. Á, bazd meg. Ez a köcsök Bél, bazd meg, ez mi a fasz csinál itt? Tudd be, bazd meg, csatárnak. Lacazette! Lepattam, bazd meg. Á, ki fogom kapni egy góllal, bazd meg. Macskos Romántól. Á, bazd meg. Na, Ronaldo, bazd meg. Kompani, bazd meg. De jó, hogy mellé... De jó, csinálta a passz, beindította üresbe, ezt így kell. Köcsög román. Bazd meg. Elengedi, bazd meg. Ellen, bazd meg. Na. Ez kiállítás, bazd meg. Húha. Most fogunk be az meg gól kapni a 120. 80. faszont jönnék. Valaki menjen már, bazd meg! Kompani! Lacazette, utolsó támadás, bazd meg, de így nem megy, le fogja fújni. Isco! Bazd meg! Isten bassza meg! Hosszabbítás, faszom, bazd meg! Adja sok a bonzt! Köcsög Románnak alig van lövése, bazd meg. Tudunk valaki cserélni, hozzá már hogy más fél az, aki jár helyett, vagy a Kompany helyett, mert az is bazd meg. Hozd be a Szemidot helyette, meg a Benátiát. No. Állj be védekezőbe, ez a köcsög faszopó Román is be van állva, bazd meg. Indul, ja nem. Nem baj, mert közben ez szarul indult. Lőd rá, köcsök Béla. Így is jó. Bergkamp. Tovább, Bél! Nyomd előbb, rögtön nyomd, még rá sincs labda, már akkor nyomd. Köcsög Mertens. Csak román, bazd meg. Ez jó labda. Béla. Ez is jó. Ez nem jó. Bazd meg. Tiszta ideg vagyok, bazd meg. Anyádnak ugozogassál, román köcsög. Ó, ha az átmegy, nem ment. Menjél Vitolo, bazd meg. 34-es pészed van, bazd meg. Adsz egy szarpaszt, Vitolo. Rohadjál le, bazd meg. Na, köcsög Románnak minden jó, mi? Na, gyerünk, Mané! Mané! Mané, bazd meg! Béla, bazd meg! Eladja, bazd meg! Hát ebből bazd meg lesz. Ronaldonál ott marad. Kurva, ez tényleg kurva anyját, hogy ezt lefújod, bazd meg, te szar! Köcsög Román. Kösz. Az még jó lehet, Isco. Csak bár meg a faszopó Lacazette miért nem megy be középre ilyenkor? Ez is jó. 63-an jönnek rá, tudod? Köcsög Román. Bél! Lőd be! Az meg, akkor legalább tud volna be a faszomba. Már nem vállalt rá a lövést. Üres kapura rálövi. Te mindenhonnan rá lehet lőni, bazd meg, nem vetted még észre? Nem szar. Ő játszik az a köcsög román. Ah.
Olyan gyöm, hogy idegen van, bazd meg. Mert 12 lövésünk van ennek a faszopónak, meg 5, bazd meg. Ez nem megy be semmi. Köcsög román. Nem akarom, ez a román nyerjen, bazd meg. Na, ez a faszopó Ronaldóval fog nyerni, bazd meg. Na, köcsög Griezmann, jól veszi át. Jó, rohadjál le, román. Ez az, szerezd meg, Mané, bazd meg. Az az, mennyi Béla! Kapuig, bazd... Ajjaj, hú, nem tudom. Lőd be! Ne add be, azt mondtam, lőd be, bazd meg. Tehát semmit nem akarsz elvállalni, bazd meg. Ezt úgy bírom. Bazd meg, most nem a gyári pályán vagyunk. Bazd meg, a Bélával el kell ülni a faszomba. Na, ez jó. Á, nem jó. Jött a kapus, bazd meg. Na, jön a köcsög Mertens. Aha. Na, nem jó, hát ezek nem jók ezek a kiemelések. Tudom. Na, most van baj. Jó van, Nainggolan, szobd le a faszt. Jézusom, bazd meg. Is Vitolo. Well, if they want to avoid the penalty shootout, they better score in the next 5 minutes. Figyelj, ez tudja 11-eseket lőni, mert jól játszik. Ez ilyen véles köcsök, bár meg. Ez biztos, hogy belekolott a 11-eseket. Ez jó. Ez is kimarad, bazzu meg. De hogy nem tudod kicsibe betenni a kapus mellett? Miért akarsz nagy gólt lőni, bazzu? Na! Ott van Roman! Kurva anyját. Mi a Romanescu? Ha most bazd meg, kiadja itt egy perc alatt. Most ez sem ment van be. Köcsög Román. I love to see that. The referee. Majd mondom, hány perc hosszabbítás. Nem szabad eladni, ez a lényeg. 2 perc. Bergkamp! És ha továbbadjuk, minek? Akkor lőd el a Bergkamppal onnan. Hát ez nagy hülyeség volt. Jó van, köcsög Román, csá! Körványad! Legyen, ezt még hallotta. Ez meg. De meleg meccs volt. Most kapunk egy ilyen szalap akvari játszót, gondolom, és ilyen legszalabb játékosok lesznek benne, tudod. Kettő, egy tök nehéz draft volt az első meccsen kívül, nem? Na, 50 000-es pak. Nem emlékszem, hogy miért 50-es pakból, de ilyen gagyi. Ultra gagyi balzaming. Tehát ilyen nagyon szar. Gyerünk a 7,5-ből, dobj egy Ronaldot. Ja, 5K-sból. Ebből nem balzaming. Ki ez a nagyszerű játékos? A Brighton, Leicester Cityből. A szerződések úgyse fognak elmenni soha. Ez a K is foglalkozni, balzaming. Miket rak be a klubba? SBC-nél jól jön még. Na, 50K-s pak, ebből tényleg még soha nem jött semmi értelmes nekünk. Se, még egy walkout se bazd meg. Csak ilyen szar board, ilyen 80-as gagyi szar. Gondolom ugyanez lesz most is. Nincs board. 50K-s pakba bazd meg. Szánalmas bazd meg. Ez szánalmas bazd meg. Mi ez a szar, bazd? Ez ekkora szar pak. Egy ezrest érnek ezek a játékosok, bazd meg. Ez 10 000-et nem ér az egész pak. Szánalmas, bazd meg. Ez is szopni kurva anyátokat azt, faszopó elektronikát, kurva anyátokat. Ennyit tudok hozzáfűzni. Na majd legközelebb is elpróbáljuk ezt a fos draftot. Szevasztok.